Sok-sok szeretettel köszöntelek Szexádon, a Fitke Stúdió karanténjába. Kerát Henrietta vagyok edző, és beköltözök az önök otthonába, igaz csak virtuálisan. Ha megengedik, akkor innentől kezdve, mint sportársakat, nem magázni, hanem tegezni fogom. Így egyszerűbb lesz. A koronavírus járványra való tekintettel ugye beszorultunk a négy fal közé, és nem csak fizikailag, hanem mentálisan is elég szűkös körülmények között mozgunk. Nagyon fontos lenne, hogy a mindennapi mozgást beiktassuk ezekbe a napokba, hiszen nem csak hogy stresszoldó, hanem a szorongásunkat is nagyon-nagyon könnyedén tudjuk vele elűzni. Nagyon jó lehetőség. Apukák, anyukák, gyerekek, nagypapák, nagymamák, nemtől, kortól függetlenül, bárki. Gyertek és tartsatok velem! Ne várd meg azt, hogy majd holnap elkezdem. Még ma kezd el. És azzal se törődjél, hogy ki mit mond. Bízz magadban, bízz bennem. Mert te és én, mi ketten, mint egy csapat, sőt, mint egy közösség, elérhetjük a céljaidat. De ehhez az kell, hogy most felállj a székből, és gyere velem. Győzzük le ezt a vírust, erősítsük meg az immunrendszeredet, minden egyes nap más-más edzésprogrammal foglak várni benneteket itt, a Tolnatáj Televízióban. Szeretettel köszöntelek az utolsó átmozgató blokkunkba. Most már tényleg egy dinamikus, összetett, kombinált feladatokkal tarkított kis edzéssel készültem nektek, természetesen a bemelegítés után. Vállkörzés. Hintával. Csak váltva. Párosan. Vállon a kéz. Megáll a hinta, forog a törzs. Térdbe hajlítva, és bele is gugolsz. Törzs döntések. Nyújtott kézzel. Figyelj! Jönnek a törzsdöntések továbbra is, lent és középen. Lent és föl. Hossza meg. Maradsz le, rugó. Gyere föl, figyelj, váltott lábbal lépünk ki oldalra, karral együtt, nyit. Ha nem megy együtt a kar láb, csípőre teszed a kezed, és csak a lábaddal dolgozol. Akinek megy, az szökkenéssel folytatja, nyit, zár. Maradsz így, húz a kar rugóval párosan. Gondoltad volna, hogy eljutsz idáig? Meg tudod csinálni, én mondtam. Húz tól a kar. Széles a terpet, egyik karodat lerakod, másikkal kifordulsz és váltasz. Fordulj utána. Figyelj, előre sétálunk, kéz támaszba. Hátul összezár alá. Kilépsz a kezed mellé, és kifordulsz utána.
Követed a szemeddel. Vissza és zár. Másik oldal. Még egyszer-egyszer elismételjük a gyakorlatot. És visszasétálsz a lábadhoz hátra, és csigolyáról csigolyára feljössz, és válkörzés. Figyelj! Jobb lábbal indítunk. Előre lépünk hosszan, mellé a másikkal, és belegugolunk. Vissza, hátra és zárd. Csak jobb lábbal. Mehetünk. Lép, lép, gugol, vissza, zárd. Még egy. Másik irány. Lép, lép, gugol. Maradj itt, csak tart. Pici. Aki a könnyített verziót csinálja, sima guggolásokkal fogja folytatni. Aki a haladót, a szökken egyet. Guggol és szökken. Még négy. Nagyon jó. Kezdjük előről. De csak egyik irányba. Nyitunk nyolcat. Másik. Váltva. Egy jobb, egy bal. Akinek megy, négyet ugri. Séta előre. Kilép a kéz mellé, kifordul. És a másik oldal, még egy-egy darabunk van. Maradsz lent. A könnyített verzió könnyített verziója, hogy nem engeded bele a csípődet a fekvő támaszba, csak hajlítod a kar. Ha egy kicsit fejlettebb vagy, beleengeded a csípődet, széles a kézszámad, és engeded le a törzsedet. Ha még haladóbb vagy, akkor a térdet fölemelve 8 darab fekvő támaszt fog szólni, jó? Mehet, 8 darab. Ne állj meg! Ha kell, akkor közbe ragd le a térdet, de ne állj meg! Nagyon ügyes vagy. Eljutottunk idáig is. Látod, hogy a sima átmozgató lépésekből már a fekvő támaszokat csináljuk. Még egyszer megcsináljuk, és megyünk tovább. Zárt állásból hátra lépünk, váltott lábbal. Egyet-egyet. Utána hátra lépünk, és előre rúgunk. Jó? Háromszor. Másik. Hátul és rúg. Sima. Lép. Lép. Három darab rúg. Másik. Nyit, zár. Hopp. Mindenki ugrál, négyet mindenki tud. Nagyon jó. Figyelj, picit belegugolsz, és váltva emel a sarok. Párosan. Hopp. Nehezítjük egy picit. Oldalsó középtartásból legugol, és minden felálláshoz lábujjhegyre állsz, és emeled a kar. Még kettőd van, és maradsz fent pici.
Jó! Ellentétes boka érint. Oké, amíg pihen a láb, jön egy kis felsőtest. Oldalsó középtartásból keresztezünk, váltott kézzel, egyszer az egyik, egyszer a másik van, alul. Figyelj, marad ki, oldal és pattogtat, és hozzászökkenünk, gyerünk! Akinek nem megy, az simán csak pattogtat. Föl! Gyere velem, ne állj meg! Mindenki, terpezd be! Kifele, üt! Tart! Lefele a tenyér. Elő. Vissza, föl és le. Gyerünk! Fölfele a tenyér, zártállásból pattogtatunk föl. Kifele, öt! Ég? Akkor jó. Engedd le. Ne feledd, minden edzés végén a nyújtás elmaradhatatlan. Ahhoz, hogy ne sérülj meg, mindig be kell melegíts, és ahhoz, hogy az izmok ne rövidüljenek meg, mindig meg kell nyújtani. Minden edzés végén minden izomcsoportot, amire dolgoztál, megnyújtjuk. Mivel átmozgató edzés volt, ezért az egész testet lábtól elindulva fölfele nyújtunk minden. Lábfej megfog, fenekedhez odahúzod a sarkadat, másik kezeddel hosszan nyújtózol. Előrehozod, átkulcsolod. Megismétled a másik lábbal ugyanezt. Ezeket a nyújtásokat akár edzés nélkül is elvégezheted, hiszen a nyújtás jótékony hatásairól a későbbiekben szerintem mesélni fogok. Térdeden támaszkodsz, és homorít a hát, és púposít lassan. Háromszor. Puposan elindulsz vissza, csigolyáról csigolyára fölállsz, válkörzés hátra. Elől összekulcsol a kéz, puposít a hát. Fölnyújtózol vele, hátul összekulcsolsz, hátra húz a váll, keresztbe magad előtt nyújtva a kar, a másik, bicepszet nyújtunk, lefele néz a kézfej, lefeszíted, másik. Lapockád közébe teszed a tenyered, fölfele húzod a könyöködet, nyúlik a triceps. Másik. Törzsdöntés. A nyújtás és a bemelegítés között az a különbség, hogy amíg a bemelegítés dinamikus, addig a nyújtást statikusan végezzük. Kedves egészségetekre, köszönöm, hogy velem tartottatok, legközelebb találkozunk. Sziasztok!